Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék a Sims 400 százból kívás következő részével. Ugye az előző részt azt ott hagytuk abba, hogy a gyerekek felnőttek, azaz most van kettő darab iskoláskorú gyermekünk és kettő darab tipegünk. És hogy mit is tervezek erre a részre? Hát, ugye már elég régóta itt van mellettünk ez a boszorkányház. Arra gondoltam, hogy esetleg szervezhetnénk ide egy jelmezes bulit, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nyilván jó lenne, ha ismernénk néhány apuka jelöltet is, és akkor így összekapcsolhatnánk a kettőt, ugye most Kamilla nem terhes, most ugye arra kellene törekednünk, hogy meglegyen a következő a baba, úgyhogy végül is miért ne össze egy ilyen, ilyen jelmezes bulival? Hát remélhetőleg ez össze fog jönni. Arra gondoltam egyébként, hogy most megvárjuk azt, amíg Kamilla kipihenni magát, kicsit rendbeszedjük, és akkor következő este elmennénk oda, szerveznénk oda egy bulit, viszont előtte ismerkednénk, ugye, hogy legyen kiket meghívni ebbe a buliba, hogyha jól tudom, egyébként kettő olyan férfit ismerünk, most jelenleg, akit ti készítettetek, és még nem jöttünk vele össze, őket mindenféleképpen meghívom, de azért talán jobb lenne, hogyha egy 4-5 főt el tudnánk hívni erre a bulira, úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy majd ellátogatok azokra a telkekre, ahova ugye beköltöztettem az apukákat, és akkor majd onnan megismerkedünk egy-két emberrel, és elhívunk mindenkit, aztán majd meglátjuk, hogy kivel tudunk majd a leghatékonyabban flörtölni, illetve összejönni. Én, én, nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatosan. Ha már alapból van egy ilyen lehetőség, hogy jelmezes buli, akkor szerintem itt ez a közösségi telek, ez tökéletes lesz rá. Egyébként beállítottam hozzá különböző ilyen is. Egyelőre nem árulom el, hogy ennél a háznál milyen furcsa fognak történni, de direkt furcsa dolgokat állítottam be, úgyhogy remélhetőleg ezeket majd látjuk is, miközben ott fogunk bulizni. Szerintem most kéne elmennünk, és akkor majd még az este előtt ki tudja magát pihenni itthon. Egyedül szeretnénk menni. Fú, azon gondolok azon, hogy melyik, melyik közösségi telekre menjünk. Ó, az a az az keménynek néz ki őt elhívjuk a buliba mindenféleképpen, bár mivel jelmezbe lesz, nem fogjuk tudni, hogy ő az, aki ilyen furán néz ki, egyébként őt is ti Nem tudom, hogy pontosan kicsoda. Hát, ha esetleg nézed a videót, akkor majd írnek, hogy uh, hogy miért lett ilyen, mert nagyon-nagyon érdekel egyébként, hogy, hogy uh, hogyan jött ez az ötlet, hogy ilyen furán nézzen ki az egyik apuka, egyébként szerintem tök vicces, úgyhogy uh, letöltöttem. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e tőle baba, nem tudom igazából, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, mert ha mondjuk undok, meg ilyesmi, akkor, akkor elég nehéz lenne vele összejönni. De hát majd meglátjuk, reméljük, reméljük jó tulajdonsággal rendelkezik, és akkor akár majd tőle is lehet még ő, baba. Egyébként kíváncsi lennék, hogy így a Sims milyen babát hozna össze egy ilyen apuka után. Jó, úristen, mérgesek vagyunk. Itt is van. Itt is van az a fura kinézetű. Jó, ö, mutatkozzunk be neki. És akkor őt is elévjük a buliba. Nagyon viccesen néz ki egyébként. <laughs> Jaj. Mondjuk neki azért kedves dolgokat, mert lehet, hogy csak úgy nem fog velünk eljönni. Ja, és beszélgessünk vele természetesen a grill cheese-ről, hiszen az is ugye az élet célunk. Ha már, ha már itt tartunk, hogy egy új emberrel beszélgethetünk erről a fontos témáról, akkor ezt nem hagynám ki. Még egyszer, hogyha beszél róla? Vagy Free Different People-el kell beszélnie? Aha, igen, három különböző emberrel kell róla beszélnie. Mindegy, úgy látszik, ő is szereti a sajtos szendvicset, úgyhogy egész jó, aki jönnek. Van itt esetleg még valaki? Őket is azért jó lenne elhívni, úgyhogy azért velük is szeretnénk megismerkedni. Klámzi, úha, hűha, látom, itt aztán nem lesznek egyszerű trétek. Ha már a Klámzit beállította az, aki készítette ezt az apukát, hát jó, oké. Okay. Majd meglátjuk, mennyire egyszerű lesz vele összejönni. Kicsit vidítsuk fel a napját. Ő egyébként Tóth Norbi. Kérdezzük meg a karrierjét. Dolgozol valamit? Bár valószínűleg nem, mert gondolom csak elkészítettétek a színeket. Nem játszottatok velük, hogy legyen munkájuk, vagy ilyesmi. Ah, igen, munka nélküli. Ó, még a grill cheese-ről beszéljünk vele, igen. Az fontos lenne. Ez meg itt pancsikol közben, itt a hajú. Jó és hát esetleg még vele is beszélgethetnénk, hát ha majd ő is eljön velünk a bulira. Nem tudom egyébként, hogy maximum hány szemét lehet meghívni. Mr. Krumpli. Jó, már látom, vannak itt nevek, vannak itt nevek. Akkor hogyha Mr. Krumplinak... Jaj, nem tudok bemenni. Aha. Kopogjunk hát, ha beengednek a srácok. Ide ebbe a férfi barlangba. Na, ó, ó. Egészen könnyen beengedtek. Milyen jó kis házuk van amúgy van Norbi, János Kazanova, Erik Varga, Vince, Damien, damien Ti készítettétek vagy ő csak vendégit. És Mr. Krumpli, Mr. Krumplival akarok megismerkedni? Gyere Mr. Krumpli! Nagyon feszült vagyok. Ja igen, mert magányos fark. Ó, akkor nem fogja magát jól érezni a bulin. Na mindegy azért, remélhetőleg nem lesz belőle probléma. Mr. Krumpli, szeretnék veled egy kicsit megismerkedni. Szeretném felvidítani a napodat, meg ilyesmi. Jó, oké, okay, mindegy, menjünk haza. Menjünk haza, és akkor uh, rendbehozom kamillát, Kamillát, hogy estére ugye jól érezze magát. És akkor megcsináljuk ezt a bulit. Fú, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mindenki jönni, illetve, hogy uh, ki lesz az az apuka, akivel a végén már is sikerül összejönnünk. Egyébként megnéztem ezt a kis házikót, mert ugye kicsit át kellett építenem. le kellett raknom például a bárpultot, meg... Uh, mikrofonálványt, meg minden ilyesmit, hogy megfeleljen annak, hogy ez egy lounge legyen, tehát hogy itt tudjunk bulikat szervezni. És nagyon-nagyon jól néz ki egyébként ez a közösségi telek, csak eléggé picike házikó, szóval így nem tudnánk ide sajnos beköltözni, meg eléggé drága is, 100 ezer szimoleonba kerül egyébként az a telek, ami ott mellettünk van. Úgyhogy ö, szerintem meghagyjuk ilyen buli helyszínnek. Ezeket meg majd jó lenne föltakarítgatnunk. Ö, egyébként lehet, hogy jó lenne, ha fogadnánk magunk mellé egy takarítónőt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, mert akkor legalább Kamillának lenne egy kis szabad ideje. Higher service. Igen, most kicsit kelljen föl, bár most nincsenek itthon a babák. Oh, most hazajöttek. We found an answer love letter from Esther to her teacher. Találtunk egy el nem küldött szerelmes levelet Esztertől, amit a tanárnőnek küldött. Oké, okay. viszont ugye ott maradt még a padjában, és nincsen benne semmi durva, csak úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha tudna róla a szülő. Eszter a tanárnőnek küldött szerelmes levelet? Ö, jó, Ö, aranyos, de nem helyes, beszélni fogok vele. Aha, jó. Ez, ez most így nagyon meglepett. Eszter a tanárnőnek küld szerelmes levelet. Jó, oké. Fókuszoljánk szerintem inkább erre a bulira, aztán majd beszélek vele. Egyelőre igen, a buli, a buli az fontos. És szeretnék mm, egy takarító nőt. Napi ötven van lesz kb. az, hogy itt takarítgat nekünk. Ennyit bőven megtermel a kis kertünk. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Valaki itt is van az ajtónkban, ő lesz a takar... Azt írták, hogy takarító nő, de ahogy látom, ő nem nő. Na jó, oké, okay. majd akkor vele is összeismerkedünk. Lehet, hogy őt is elhívhatnánk a buliba. Azt akarom még megnézni, 1200 pontunk van, aha. Legrosszabb esetbe. 75 szimuláum volt a mai nap, jó. Hát ezeket föl se szeded? Hát te pont ezért... Ezért hívtalak, hogy ezeket föl... Hát ez hihetetlen. Jó, van beszélgetni fogunk még ezzel a takarítóval, mert úgy látszik, hogy, hogy pont azt nem végzi el, ami, ami nekem fontos lenne. Úristen, az a grill cheese el se készült. Ezzel ilyenkor mit lehet kezdeni? Ezt nem tudom, is serpenyős kidobni. Jó, föltakarítani tudjuk, de akkor készítsünk egy normális grill cheese És akár party size-ba, ugyanis már elég sokan vagyunk itt a háztartásba. Jó, most már fölkeltem, mert 7 óra van. Ajjajjaj, kezd késő lenni. Kezd nagyon későre járni. Öh, hát akkor a akkor kell, hogy feljavítsam itt a dolgokat. Még pedig kell egy sleep replacement. Egy confident ez most nem kell, fókusz se kell. Kell nekem egy sleep replacement, akkor ezeket úgy látszik, hogy meg kell, hogy vásároljam. Igazából ezek szerencsére nem olyan öh, drágák, úgyhogy nem lesz probléma. Instant fent veszünk. Aztán. Öh, Sleep replacement, tehát ó, az 400 ba kerül, mondjuk az kicsit drágább. Jó, akkor ezt most szépen itt meg. Ez pedig fejezd be. Ilyenkor egyébként megint annak számít, hogy... ha ah, tehát harmadik alkalomnak számít az, hogy eszik grilled cheese sandwichet, vagy csak akkor, hogyha befejez tizet. Ez most azért érdekel, mert ugye egyszer ebbe már belevet. És... Hogyha most ez háromnak számít, akkor viszont egyszerűbb lenne mindig megszakítani. És akkor nem lenne azzal se probléma, hogy esetleg megkézik. Ó, most ez háromnak számított, jó. Akkor majd ezzel egy kicsit trükközünk, és akkor szeretnék egy social eventet, plan social event, és úristen már éjfél van, hát nem tudom, hogy hányan fognak eljönni. Inkognitó kostüm party, és akkor én leszek a host, és hívjunk meg vendégeket, az egyik legyen Péter, Simon, Lisa, Krumpli, Uh, kik voltak? Még Norbi, meg... Uh, hát ennek a rózsaszínnek elég fura neve van, úgyhogy még őt is akkor meghívjuk. Jó, szerintem akkor mindenki megvan. Öt vendég lesz, és még felbérelünk uh, Kateret, meg Missologist. És akkor kiválasztjuk a mellettünk lévő Witch Wait, ugye helyszínnek. Jó, hát uh, remélem el fognak jönni annak ellenére, hogy most ilyen késő este van. És hát remélem, hogy egy remek bulit össze tudunk hozni. Jó! Úgy de szépen beöltözött mindenki. Jó, föl fogjuk, föl fogjuk ismerni a rózsaszín mert nem úgy öltözött be, hogy igen, ne lehessen látni az arcát. És akkor... Na hát azért, azért vannak itt olyanok is, akiket nem én hívtam meg. Ami természetesen nem probléma, mert legalább látszik, hogy itt akkor van éjszakai élet. Jó, Buffalo Wing teát szeretne meg hamburger tortát sütni. Jó, hát akkor készítsünk egy hamburger tortát. Remélhetőleg van itt erre lehetőség. Cook, igen, hamburger torta. És majd tíz vendéggel szeretne beszélni a kosztümökről. Jó, szerintem ez is össze fog jönni. Neki állt már amúgy? Nem. Piál. Nem lesz így hamburger torta? Remélhetőleg nem fognak itt az utamba állni, az a baj, hogy nincsen hely, hogy elkészítse. Aha. Most viszont már lenne? Most viszont már lenne? Csak az a baj, hogy ugye valaki más is itt süt-főz. Nyilván azért már felbéreltem erre egy embert. Csak hát ugye ezzel az a baj, hogy nagyon-nagyon sok időt elvesz az, hogy most mit sütögetünk. Ezzel a csajjal amúgy most itt csak úgy beszélgetünk, vagy... Vagy ő föltart minket. Tehát, hogy ő ide szeretne jönni. Készül egyébként ez a hamburger torta, vagy foglalt a sütő? Jó, küldjük el szerintem ezt a csajszit, mert így soha nem fog elkészülni ez a torta, és már a buli fele lement! Ne! Miért ad ki ilyen hülye célt egyébként ez a buli, hogy, hogy kell csinálni egy hamburger torta? Tehát ez kb. pont annyi idő van, ameddig a buli tart. Na mindegy, remélem azért majd örülnek neki az emberek. Hát annyira sokat azért ez nem vitt föl. Jó, uh, have sims it at the same time, akkor call to meal. És akkor hogy jönnek ide kajálni. Az is már egy cél, oké. Okay. És igazából a main gold, hogyha tudnánk teljesíteni, az még jó lenne. Mégpedig úgy kellene, hogy ugye beszélgessünk velük a ruhákról. Csak az a baj, hogy most itt... Uh, jó, ne egyen, ne egyen, hanem inkább jöjjön ide és beszélgessen. Most a kajáról tudna beszélgetni, leginkább, de a jelmezekről lenne a legjobb, hogyha beszélgetne. Gyere szépen ide, hogy ne lógjál ki a sorból, itt legyen mindenkivel együtt. Egyébként itt hol van mosó, tényleg? Jó, hogy mindenki itt van. Jó, akkor menjen el mosóba, mert azt is szeretném, hogy bepisíjen. És nem mindenkit ki fog küldeni. Jó, Reméljük nem fognak rányitni. Hűha, hűha. Jó, oké, nem nyitott rá senki. És akkor most beszélgessünk a ruhákról. Mm. Valószínűleg az a friendly lesz. Compliment costume. Többször is tudjuk egyébként ezt kiadni? Compliment costume. Akár háromszor is megdicsérhetnénk a ruháját. Hát, ha számít. Mm. Nem, nem fog ez sikerülni. Az a baj hogy ez a hamburger torta nagyon-nagyon sok időt elvett. Thanks for coming. De oké, okay, ott van compliment kosztüm. Kicsit megállítom az időt, és akkor úgy egyszerűbb lesz. Friendly compliment kosztüm. Hát, ha még belefér, aztán valakit zenél nekünk. Neki is meg a jelmezét. Mert igazából ő alapból úgy néz ki, mintha mindig jelmez be lenne. Nem lehet valahogy meghosszabbítani a bulit? Mert ez így, így annyira nem volt egy erős buli. Hiába volt jó kaja, meg minden ilyesmi azért. Na, sok minden nem történt, olyan hamar elment. Amik megköszönhetnénk azt, hogy itt volt, meg hogy eljött, hát ha az is még dob rajta. Hát, aha, ez most nem sikerült sajnos. Nem mindegy, remélem azért nem érezték magukat rosszul. És mindenki elköszönt tőlünk. Remélem nem megy haza mindenki. Viszont ő, ő flörtölős hangulatban van Norbi. Nem, most akkor mindenki hazament mi. Ja, mondjuk reggel 60, érthető. Lehet, hogy hosszabb ideig tartott volna ez a buli, hogyha nem hajnali egykor kezdjük el. Na mindegy, hát valamennyit azért csak ismerkedtünk ennek ellenére. Ö... Te a kút itt, hogy van jó itt halálfejes. Ezt azért még megnézzük, hát ha lesz itt valami kis cukorka. Dazed? Miért? Valaki voodoo babával Megszúrt minket. Valakinek van rólunk egy vudubabája? Jó, hát szerintem menjünk haza, mert most itt már nem nagyon van semmi sajnos. Nem igazából történt semmi. Illetve mindenki elhúzott innen, úgyhogy most már úgy nem is tudnánk ismerkedni. És szerintem akkor most az lesz, hogy hazamegyünk, és akkor áthívjuk azt az apukát, vagy hát ugye azt a férfit, akit ti készítettetek, akivel a legjobban sikerült összeismerkednünk. Ugye akkor végül is vele van a legnagyobb esélyünk arra, hogy össze is tudjunk jönni. Hát remélhetőleg, remélhetőleg lesz ilyen, és könnyen kiválasztható lesz. És akkor azt szeretném, hogy invite to hangout current lot, mégpedig kivel ismerkedtünk Norbival, hát ö, eddig a rózsaszín hajú vezet, aha, elég durva a rózsaszín hajú vezet, jó, akkor átívom a rózsaszín hajút, aztán majd meglátjuk. Kezdjünk el vele flörtölni, hát ha bejön neki. Úr is egyébként az az orr. Nézzétek meg azt az orrot. Hát ki fogja szúni Kamillának a szemét, amikor csókolóznak. No, beszélgessetek még egy kicsit a sajtos szendvicsekről. Szerintem vele simán lehet vele beszélgetni ilyen dolgokról. Simán láttam képzelni róla azt, hogy neki ez a, ez a legjobb téma. Mm. Flörtöljünk még vele egy keveset. Hát a flörtölős hangulatban jön. Hát ha észrevesz, hogy szeretnénk tőle valamit. Cseréljenek telefonszámot. Jó, varolj. Ó, oh, oké, okay, bejön neki, bejön neki. És a oh, gonosz. Oljaj, oh, igen, láttam a papucs miatt. Ebben biztos volt, egyébként, hogy gonosz, mert nyuszis is papucs van rajta. Flörtöljünk még vele egy keveset. Hát, ha, hát, ha sikerül vele összejönnünk. Hát attól függetlenül, hogy gonosz, majd lesznek gonosz gyermekeink. Egyébként ő az ilyen... Ó, oh, most miért? Ne, leszúrt minket. Kérdezzük meg azért, hogy szingli-e. Ó, oh, összetörte a babaházat. Léci. Jó, mondjunk neki egy vicces történetet, hát ha. Most egy playful hangulatban van, és hirtelen rájött egy ilyen dűroham, vagy ez mi volt? Füstölővel viszont romantikus hangulatba tudnánk hozni őt is. Aha, jó, most már ő is romantikus hangulatban van. Have fixed bad relationship. Mi ezzel a csávóval van ez együtt? Vagy ez mi volt? Ezt nem igazából értem. Milyen rossz párkapcsolati probléma. Jó. Vidítsuk fel egy kicsit a napját. Valami rosszat mondott neki, akkor azért borult ki rá ennyire. De most, ja, jó, oké, okay, elment lefürdeni. Azzal mondjuk nincsen baj, hogyha nem büdös. Ne, 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 ne menj el, kérlek! Ask to hang Léci, léci, ne menj el! Tök jó lenne, ha még itt maradnál. Jó, romantikus, és flörtöljünk vele még akkor. Ha jól látom, akkor most így nem ment el. Ú, azt hittem, hogy most hirtelen rám támad. Kicsit megijedtem. Confess attraction. Hát ez nem tetszett neki. Akkor flörtöljünk még vele, hát ha. De nem playful hangulatban van, így elég nehéz lesz vele összejönni. Oké, okay, gyerekek amúgy hogy vannak. Van mit enniük, meg ilyesmi, jó, még van grill cheese-ünk. Amúgy abból lehetnénk. Már csak azért is, hogy legalább akkor az élet célját teljesítgessük, hogyha itt van ez a csávó is, vele nem lehet más kezdeni. Jó, ezt is eladjuk, meg ezt is. És akkor ezzel már kb. meg is van a takarítónak a bére. És akkor itt mellett teszünk egy kis sajtos szendvicset. Hello, hello. És... Kicsit tudunk még veled flörtölni? Most bejött neki, vagy sem? Most nem jön be neki. Hát ez hihetetlen ez a csávó. Jó, mindjárt megkérdezem, hogy van-e valaki -e. Mert most már egyre, egyre gyorsabb. 127 simulán volt, hogy itt volt most a takarító? smooth recovery. Hát, az menni fog. Szépen, lassan próbáljuk meg hozni a dolgokat. Ó, közben MSN 4-es tanuló lett és Eszter is király. Legalább, legalább ennyi haszna volt annak, hogy eljártatok iskolába. Jó, és egy skillt kéne a level 4-esre fejleszteni majd nekik, viszont péntek van, ami azt jelenti, hogy ugye most lesz erre majd egy teljes hétvégénk. Csak így elég nehéz, ugye velük foglalkozni. Most viszont tetszik neki, hogy flörtölünk vele. Nagyon, nagyon fura amúgy ez az ember. Nem csak a kinézete furcsa, hanem ahogy viselkedik az is. Jó. Hát ha nagyon nehéz lesz vele összejönni, akkor majd lehet, hogy másik apukát fogok választani. Aha, ahogy látom, nem lesz egyszerű. Mi össze is veszünk vele. Jó. Szerintem akkor ezt most így hagyjuk. Viszont akkor ennyi is lenne erre a részre. Remélem tetszett nektek. És hát, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Dogi voltam, sziasztok!